Horváth Zoltán felé az ível, és Horváth elüti a labdát, Molnár Gábor visszafejeli, és az egy nagy mentés volt, de aztán Horváth Zoltán közelről bepasszolja a labdát a hálóba. Épp hogy elkezdődik a 71. perc, a DVTK megszerzi a vezetést, és Horváth megint eredményes tud lenni. Az Ajka ellen egy gyönyörű, a Vodafok ellen pedig egy fontos gólt szerez Horváth Zoltán. Ez a 7. gólja Horváth Zoltánnak a szezonban. Ott még nagyot védett Horváth András, és aztán volt egy nagy mentés is, de hát elfogytak a budafokiak ott a kapu előterében. Mindenki már feküdt, így aztán Horváth Zoltán közelről a hálóba passzolt. Itt a kapufa mentett, Fótyik is felugrott, de aztán Horváth Zoltán bepasszolta.